Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kabai Városi Televízió adását látják júniusban, vagy ahogy eleink hívták a Napisten havában először idei évfolyamunkban, 22. alkalommal 2019. június 2-án vasárnap, Carmen és Anita napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. A Fidesz-KDNP elsöprő győzelmét hozta a múlt vasárnapi európai parlamenti választás. Mindez egy újabb jelentős megerősítést jelent a magyar választók részéről abban a tekintetben, hogy az elmúlt évek erőfeszítései az ország és Európa védelme érdekében nem voltak hiába valóak. Ezt nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a voksolás éjjelén. A kormánypártok újabb, megkérdőjelezhetetlen erejű felhatalmazást kaptak Orbán Viktor programjának megvalósítására, amely természetesen nem csak a hazai bevándorláspárti erőknek, hanem a globalista, brüsszeli bürokratáknak is üzenetértékű. Európai szinten is magas, átlagosan 50,95%-os volt a részvétel az európai parlamenti választásokon, ami magasabb, mint az elmúlt 20 évben bármikor, jelentették be vasárnap éjszaka Brüsszelben. A legtöbben Belgiumban, a legkevesebben Szlovákiában szavaztak. Ez volt az első alkalom, hogy az EP képviselők közvetlen megválasztásának bevezetése óta növekedett a részvétel az előző választáshoz képest. Az 5 évvel ezelőtti választáson 42,61%-os volt a részvételi arány. Magyarországon is magas, 43,36%-os volt a részvételi arány, ami a korábbi 3 EP választáshoz képest is kifejezetten magas aktivitást jelez. A Fidesz-KDNP hatalmas előnnyel nyerte a vasárnapi EP választást, a kormánypártok 13 mandátumot szereztek, míg az ellenzék összesen 8 képviselőt küldhet majd Brüsszelbe. A Demokratikus Koalíció 4-et, a Momentum 2-t, az MSZP Párbeszéd és a Jobbik pedig mindössze 1-1-et. Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnöke korszakos győzelemnek nevezte a Fidesz-KDNP választási eredményét. A minden korábbinál magasabb EP választási részvétellel Magyarország azt bizonyította, hogy európai nemzet, európai ország, Európában van a helyünk, Európa a mi hazánk, ezért meg is akarjuk változtatni, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy értékelt, hogy az EP választáson 3 dologgal bízták meg a Fidesz-KDNP-t a magyarok, először is azzal, hogy állítsák meg az egész Európában a bevándorlást, hozzátette, a magyarok arra is megbízást adtak, hogy továbbá a nemzetek Európája, valamint a keresztény kultúra megvédését is szorgalmazzák. Gyurcsány Ferenc DK elnök azt mondta, hogy az EP választáson nem az volt a kérdés, hogy a Fidesz megnyerje a választást, hanem hogy megszerzi-e a 2/3-ot, és a Fidesz elveszítette a 2/3-ot szerinte. Fekete Győr András, a Momentum mozgalom elnöke arról beszélt, pártja feladata mostantól, hogy a magyar egészségügy, oktatás és megélhetés pártjává váljon. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke és EP listavezetője kudarcnak nevezte az eredményt, ugyanakkor bejelentette, hogy a párt elnöksége az önkormányzati választásokra tekintettel egyhangulag úgy döntött, hogy mégsem mond le. A Nemzeti Választási Iroda 99,9%-os feldolgozottság mellé közzétett egy adatot, mely szerint a Fidesz-KDNP a szavazatok 52,14%-át szerezte meg, míg a Demokratikus Koalíció 16,26%-os, a Momentum mozgalom 9,92%-os, az MSZP 6,68%, a Jobbik pedig 6,44%-os eredményt ért el. Nem érte el az 5%-os bejutási küszöböt, így nem szerzett mandátumot a Mi Hazánk mozgalom, 3,3%, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,6%, az LMP 2,19% és a Munkáspárt 0,42%. Pálfi Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón elmondta,
A még meg nem számolt körülbelül 60 ezer külképviseleti és levélszavazat várhatóan nem befolyásolja a választási eredményt. Rádi Péter, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón közölte, a bizottsághoz nem érkezett beadvány választásnapi jogsértéssel kapcsolatban. A voksolás magas részvétel mellett rendben folyt. Kabán az országosnál valamivel alacsonyabb részvételi arány mellett zajlott a választás. A 4781 szavazásra jogosult állampolgárból 1723-an mentek el szavazni, ami 36%-os részvételt jelent. Kabán is a Fidesz-KDNP listájára szavaztak a legtöbben, szám szerint 1098-an, ami 64,1%. A Jobbik 171, a DK 160 szavazatot kapott, a többi listára került párt összes kabai szavazata nem érte el a 100 darabot. A legnagyobb arányban a Támasz Szociális Szolgáltató Központ épületében kialakított szavazókörben mentek el szavazni. A pontos eredmények Kabán: Fidesz-KDNP 1098 szavazat, Jobbik 171, DK 160, MSZP Párbeszéd 92, Mi Hazánk Mozgalom 78, Momentum 61, Magyar Kétfarkú Kutyapárt 25, LMP 20, Munkáspárt 8 szavazat. A karikás ostor a lovas pásztor népek jellemző terelő eszköze volt. A magyarságnál valószínűleg a keleti honfoglalás előtti török kultúrelemek közé tartozik. A Hortobágyon és a Kiskunságban használt forma, amelyeknél a szíkengyelt oldalt kötik a nyélhez, megegyezik a sztyeppei népek, például a kirgizek és a baskírok ostoraival. A karikás ostor vagy karikás rövidnyelű, genderkötérre szíből font állatterelő eszköz, melyet főleg a csikós általában több-kevesebb mértékben minden pásztor használt és használ napjainkban is. Ki gondolná, hogy településünkön van még olyan ember, aki gyermekkori élményei alapján, autodidakta módon megtanulva folytatja ezt a hagyományos mesterséget. Pap Zoltánnál forgattunk a Kossuth utcán. Pap Zoltán, nyugodtan mondhatjuk, hogy ismert és közismert személyiség Kabán. Mi is többször készítettünk már vele interjút, vagy a Kabai Nóta Klub egyik legjobb hangú énekeseként, vagy a különböző kertészeti szép kertek verseny egyik versenyzőjeként, de most egy teljesen más oldalát szeretnénk bemutatni a kedves kabai televízió nézőknek. Lehet, hogy van, aki még nem tudja, hogy karikás ostorokat készít. Hogyan emlékszik vissza erre a tevékenységre? Gondolom, hogy a gyerekkorába kell vissza kalózolni a nézőket, amikor megismerkedett a karikás ostorra. Igen, hát a karikásostor fonással 10 éves koromban ismerkedtem meg. Édesapám jószág gondozó volt, és a legelőn ott őrizték a jószágot, volt, hogy én is ott maradtam kint, mert ő bejött a faluba feltankolni az élelmet, mert odakint főztek bográcsba. Olyankor én voltam kint a pásztor gyerek. Melyik legelőkön volt, a Bárándi oldalon? Itt Kabán, itt a cukorgyár, ahol van, ott volt egy olyan nevű legelő rész, hogy is mondjam, Déló. Így nevezték azt a részét annak a legelőnek. Hát ott voltak juhászok, gulyások, és ott őrizgettem én is. Aztán hát ott kezdődött ez az egész ostorfonás, mert Cibere Jóska bácsi kérdezte: neked, kis komám, van ostorod? Mondom, nekem nincsen, Jóska bácsi. Miért nem is, azt mondja, nem tudsz fonni? Hát honnan, mert 10 évesen nem fon az ember ostort, meg hát nem is nagyon. Hát nézegeti, meg csetkel csapkod vele, de úgy, hogy fonásra adja a fejét, nem. Megtanítalak én, kis komám. És akkor mondta, hogy hozzál a vízből kákát, hozzál vagy 10 szálat. Hát hoztam, és akkor összeállította a kákát, olyan alakzatban, hogy 8
és középen egy vastagabb szálat, a tetejét összekötötte, és akkor megmutatta, hogy ezt a felsőt ide közép, emek felsőt emek közép, és akkor mindig ide, onda kellett fonni, és akkor szépen adta magát. Hát a kálka meg olyan, hogy a töve egy kicsit vékonyabb, középen egy kicsit kitágul, és akkor a legvége, a fenti része meg egy kis vékony alakzatba zárul. És amikor már ezek a káka fonások mentek, akkor esetleg már megpróbálkozott gyerekfejjel bőrből fonni? Nem, mert hát a bőr az drága volt. Azt nem lehet csak úgy megvenni. Hát így is édesapámnak egy csizmájának a szárát szétszaptam, amiről még dorgáltak, mert kereste, vagy fel akarta húzni, és kereste anyapámtól, hogy te figyelj már, hol a csizmám? Hát azt mondja, hát ott van felakasztva. De hát ugye egy van, akkor azt megszorítottak engemet, hogy hova lett a csizmaszár, mert már akkor tudták, hogy fonogatok. Hát beismertem, hát na. Mi és mikor jött vissza ez a kézműves tevékenység az életébe? Úgy volt, hogy itthon még fonogattam, már keftelésből magunknak, vagyis már nekem, magamnak, ostorokat, madzakból, szíjból, amiből tudtam. Na, az abban maradt, hát utána jött a ipariskola elvégzések, katonaság, és akkor a katonaság után már akkor unokáim voltak, fiú, hát így is van három fiú unokám, mondom, fonok mindegyiknek egy ostort, és akkor már tényleg beszereztem a bőrkészletet, amiből készítettem az ostort, és abból elkezdtem fonni. Közben azért azt ne felejtsük el, hogy a szakiskola is azért egy kézműves dolog volt, mert ha jól tudom, lakatos iskolát végzett. Igen, géplakatos szakmám van, hát az is három éves szakiskola volt, Püspökladányba jártam. Hát utána az volt, hogy alig dolgoztam, és már elvittek katonának. Na és hát ott meg fontam szalmakosarat, mert azt meg, mert anyán laktunk itt a kint a négyes mellett, ott meg a csíplőgépet kezelték, és volt ott sok ember, asszonykák, pévás, törekes, meg stb. És mikor eső volt, akkor fontak szalmakosarat. Hát az ilyen foncsoros valami. Én is megtanultam, mert mindig szerettem érdeklődni, hogy mit, hogy csinálnak. És azt megtanultam. Na, határőr lettem. Hát szolgálatban fent a figyelőből pásztáztam a tájat, hogy nem én valaki. Ez valahol az északi végeken volt. Hát ez fent Sátoraljújhelyben, ott a szép halom környéke, meg hát Bodrog partján. És vittem fel egy kéved húzzát, és fontam, hogy három nagyobbat, kisebbet a járőrtáskámban betettem. Na, bevittem, mondom az ügyeletesnek, hogy ezt meg tedd be a Dobi főhadnagy irodájába, ezt a szalmakosat, egy kis közepes volt. És majd jön az ügyeletes, hogy te figyelj, azt kérdi a Dobi úr, hogy ez a szalmakosár honnan került ide. Azt mondja, megmondta, hogy én fontam. Jöjjön papevtárs. Hát Nádudvaron csináltak ilyet, mert meg Nádudvari születésű volt, Dobi István úgy hívták. Azt mondja, ott volt divat. Azt maga szolgált, nem, mondom én nem szolgált, mondom a lovászval hozattam be egy kéve búzát, hát akkor már tényleg hozattam be. És mondom, itten megcsináltam ezt a szalmakosarat. És mondom, tudtam, hogy maga szomszéd falubeli, földi, hát mondom magának, ez egy szuvenér lesz. És akkor jött be a felesége, te Bista, hát azt mondja, Nádudvaron ilyen kosarakat fontak annak idején, mikor megösszehettek. Mondta, hogy hát van itt egy kis kapai legény, azt csinált. De ott a katonai időben egyszer a kovács mesterséges, a tanulásnak is előjött az eredménye. Hát itthon, mikor itt ipari tanuló voltam, illetve már elvégeztem, ide volt az áfejszónak három pár lova, ilyen muraközi lovak. És akkor én lakatos tanuló voltam, az mindig mondta az öreg Balogh Marci bácsi volt a kovács mester, aki nem is Sári Győzőnek a nagybátyja.
Sári Gyula bácsi. Azt hívták mindig be, mert ő speciál kovács volt, és mondta, hogy valami kell, valaki kell neki, ki lekalapálja vele a patkókat, ezt a évet. Na, különleges technikája van, nem egy egyszerű munka. Steknik be kellett, volt egy ilyen steknik, meg volt a mérete, és minden lónak meg volt a mérete, hogy milyen láb mérete van, meg kör alakban, illetve hát térfogatban. És akkor Zoller egy fiam, aztán hát én ezt megtanultam, mondta, hogy így fogd a kalapácsot, úgy fogd, ide járjon a kezed. És hát megtanultam, jöttek még akkor Nyomozó, Szabó Jóska, a Bangó fiú, Dede Kálmán, mindig azok fogták a lólábát, én meg lekalapáltuk az Gyusza Gyula bácsival, és mindig én voltam a kovács. Hát megtanultam, mert nem volt abból semmi probléma. Szolgálatban voltunk, Széphalomban volt a csatlakozás a hatásában. Mondom az öreg katonának, hogy de én olyan szomjas vagyok. Hát bemegyünk, de ez a Kauró Jóska bácsi, a kovácshoz hallatszott, hogy kopogtak, diszolottan. Hát ott látom, hogy ott a ráverője, már úgy mondták, hogy a ráverő, ott ütött egyet, még egyet, hát nem, de nem úgy kell, hanem hát szinte zene volt az ember fülének, az a ritmusérzékkel. Igen, ritmusérzékkel. Mondom, papának, Jóska bácsinak, meg ennek a filmnek, ennek benne, mondom, nincs kell egy ilyen a lélgénypisztolyt, sarokba a tártáskát. Mondom, adja már egy ezt vasat, mondom. Na, azt mondja, fiam, tudsz? Hát mondom, annyira, mennyire. Szinte munkát ajánlott. Igen. Na és bekocogtatta az ülőszarván kell bekocogtatni, én meg már kezdtem amit kell csinálni. Lajos, mondja az ember, aki avel kínlódtak együtt, addig hát kínlódással, és mondta neki, hogy tegyél még be vagy három vasat a tűzbe. Na aztán, hát vagy három-négy patkót leütöttünk ott hirtelen hamarjába. Ó, fiam, isztok valamit, nem szabad nekünk inni, hogy innánk. Majd mikor legközelebb jössz, gyere le a kis vonattal, ami megy bent fel valaházára, egyekbe. Aztán lejelentkezel nálam, visszamegy, mert következővel vissza kellett, és a másikkal meg visszajössz. És akkor leütünk vagy négy patkót. Hát, volt, hogy kimentem, tényleg leütöttünk négy patkót, vagy annyit, amennyit. Aztán, hát ott is gyakoroltam, na, tulajdonképpen ezt akartam elmondani, hogy ott is ütöttem a vasat, hát szóval. Mikor jöttek vissza a bőrmunkák? Mikor kezdte el újra, hát, mondjuk a karikás ostorokat? Mikor már leszereltem, akkor ugye három fiúnokám van. Három fiúnokám, mondom, fonok nekik ostort, a legörgebb most 26-27. Éviben van. Fontam neki egy kis takarost ostort. Hát kb. 20 éve? Hát, hát 4-5 éves lehetett a gyerek. Hát igen, 20 körül. Na és megfontam, csak ahol a probléma, hogy nem tudtam a kötést, azt már elfelejtettem, mert az a fején a pillangókat, ahogy kell kiképezni ottan, meg bekötni, meg a csapószíjat belekötni. Az volt egy ilyen különlegesebb feladat. Ekkor kellett egy mesternek a segítsége. Ekkor kellett egy mesternek, ott volt nekem egy birkozó barátom, Szabó Sándor. Még együtt is birkoztunk, még mielőtt be nem vonultam, mert 52 kiló volt, hát én is olyan 50 valamennyi. Együtt edzettünk, itt a edzőteremben. MB2-es birkózó csapat volt. Ez a birkózás mindig előjön valahogy, és a régi időben. És hát itt Kabán ilyen hagyomány, nagy hagyomány, MB2-es csapat volt egy ilyen faluba, az nem minden napi feladat, illetve nem minden napi történet, mert egy kis faluba egy MB2-es birkózó szakosztály, az már valami rangot jelentett. Na és mondom neki, és anyikám, ott mondja, hogy így, meg úgy, mondom, nem úgy. Van itt egy cseprőnyél, egy ilyesmi, ilyen 30-40 centi, mondom, kössél rá, és a végét hagyd meg, majd én visszabontom, és annak alapján én
majd én kiagyalom, hogy mi hogy van. És akkor csinált egy ilyen, ahol a csapószíjat bekötjük, egy olyan fonást, és akkor egy olyat, ami a pillangókat, mert vittem ilyen kis pillangókat, ami a fejrészen van. És megmutatta, hát én elveszmögtem itt rajta, és rájöttem. És utána már utána ment. De ha elakadt, akkor úgy mesélte, hogy nem volt rest, hogy Lukács Zsolthoz a népi művész, az iparművész. Az másik volt. Az másik feladat volt. Mert ezt az ostort, ezt már tudtam. Hanem mondom, hát jó, nem lehet, hogy ennyi, ehhez is értek, ahhoz is értek, és akkor egy bicskatartót nem tudom megcsinálni. Hát mondom, ki csinál itt, mondja nejem, hogy hát ez a Lukács, ez csinál ilyen bicskatartókat. Hát elmentem hozzá. Na és hát megmutogatta, hogy hogy kell kiszabni, mint hogy. Ő ezt tanulta, ő Nádudvaron ezt. Igen, ő tanult ezt. Na és én hozzá fogtam itten kötözgetni. Csak nem az igaz, én nem, jó, mondom. Mert egy ilyen kis kocka alakult, ilyen abból kellett összehajtani, és akkor a pillangókat szépen úgy rá kellett kötni. Hát az is egy tudomány, mert nem egy szerű feladat. Mondom neki, mikor már másodjára vagy harmadjára emettem, mert az a technika, hogy ezek gyorsan csinálják. Így, hát ahogy ő megszokta a tempóját, és hát hiába néztem én, hát nem tudtam belőle kihámozni. Még egyszer, pofa, bőr, még egyszer visszamegyek. Mondom, ide figyelj, kiskamám, nem, le tudod te ezt írni, hogy is van, hogy egyből, ez Oli bácsi, füzet, többé vittem magammal, egyből a kettőbe, háromból, négy, vissza, három, kettő, hazajöttem, ide kiültem, ehhez az asztalhoz, kiszaptam a bőrt, és akkor... Nem szégyen, én, mint a gyerek, az egyszer egyet, mondom, egyből a harmadik lukba, onnan vissza, hát ahogy le van írva, most már én sem tudom, de megvan a füzetem, és hogyha előveszem tavasszal, vagy ahogy ő lesz, akkor már tudom, hogy hova kell. És hát ezek a gyönyörű munkák itt vannak, karikásostorok, bicskatartók. Mit mondanak az ismerősök, a jó barátok, akik ide betévednek? Hát ide, ha betévednek, megmutatom nekik a készletemet. Ezt te csináltad? Hát mondom, én. Miért nem néz ki, nem tudtok kinézni belőlem egy olyat. És hát meg tudom csinálni mindent, hát anyag beszerzés az a legfogósabb, mert a bőrt azt nem adják csak úgy ingyen pénzért. Ráadásul alaposan elő kell készíteni ezeket, persze, a bőröket. Persze. Na most jártam én jól úgy, hogy régen csináltak ilyen ágytakaróra ilyen bőr, ilyen bornyúbőr kifeszítve, stb. Az ki van készítve. Na most hullott a szőre. Sok valaki, fonol még ostort, majd viszek neked bőrt, mondom, az jó lesz. Na hát én úgy csináltam, hogy ezt, amelyik hát hullott a szőre, szépen felhasítottam hosszába, hogy az ostornak meg legyen a méret hossza, és akkor egy deszkára kifeszítettem, az van ez a kis flex, ami van ez a kézi flex, ahova szépen megkezdtem, mondom, merül menjek szembe szőrivel, vagy napjával, viszont másik oldalra. Rájöttem, hogy melyik oldalról kell a flexel nyomotni lefele róla ezt a szőrt. És akkor gyönyörűen le tudtam, no, itt kívül, itt a garázs előtt van egy nagy hosszú, meg minden megvan hozzá, minden szerkezetem. És akkor lehúztam egy olyan simítószerűre egy smirlit, szépen lesúrott végig, és akkor utána van egy ilyen széhasítom, amit be lehet állítani, olyan, mint a fűrészgép, hogy stellárja van. Be lehet állítani méretbe, hogy mit tudom én, 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8 mm-ig szoktunk menni. Elszáll fog a pecsény, beszélt a mennyi.
megfészkelt, már üresek lettek, üres lett a ház is, akár csak a szívem. Te is velük mentél, nem szerettél híven. Nem átkozlak mégsem, miért is átkoználok? Hogyha nem szerettél, hiába hívnálok. A kóbor fejönget, üzenem meg néked. Nem tudok feledni, csak szeretni téged. A kóbor fejönket, üzenem meg néked. Nem tudok feledni, csak szeretni téged. Még azt mondják, ese szép, ose szép, olyan vagyok, mint a csillagosi, olyan vagyok, mint az engedelem a két orcám, kivirít a szellem a sötébe. Olyan vagyok, mint az engedelem a két orcám, kivirít a szellem a sötébe. Édes anyám, vedd nekem palakot, hújjon a szél, rajta a szalagot, ha nem tudja, magam is lobogtatom ezt a szőkét, ide csalogatom a sötétbe. Ha nem tudja, magam is lobogtatom ezt a szőkét, ide csalogatom a sötétbe. Sejhaj nincsen kebben, merem itt nem akarja, mert ott jártam, ahol nem kellett volna, de kapjon hadárhoz vissza a kebbelbe. Sejhaj kebben után a régi szeretőbe, de kapjon hadárhoz vissza a kebbelbe. Sejhaj kebben után a régi szeretőbe. Sejhaj nincsen széle a fekete sejjelbe, láttam,
Mástól. Ezeket a kis gépeket, kis csodákat a saját kezével készíti, mint egy ezermester. Én csináltam mindet, és akkor meg is van, meg is tudom mutatni, de nem hozom ki. És akkor azt befogtam a sadóba, olóval bevágtam, amilyen széles szíjat akartam, behúztam, és akkor csak húzni kellett, mert a stellert beállítottam, van egy olyan csavarója kettő, hogy nem mozdul el, hanem annak kettő közt szépen le lehet húzni. Mi a helyzet a nyelével? Mert az is egy nagyon fontos része a karikásnak. Hát a nyele, hát az egy másik történet, mert a nyelet az különlegesebb. Először csak fracsikáltam, meg tudok mutatni olyat is, de utána mondta, hát ez így nem oké. Mondom, csinálni kéne egy esztergapadot. Mert mindig kunyorogni kell, hogy csinálj már egy nyelet. Mit tudom én, fekete miskor, egy esztergapadot, csak mit tudom. És csináltam egyet, csak annak kicsi a motorja, gyenge teljesítményű, nem bírta úgy, hogyha nyomjuk oké is. Milyen fából készülnek ezek a nyelek? Ezek gyümölcsfából. Hát abban körte van, lehet dió, szilva, körte, alma, hát ami csak létezik, mindenfajta. Csak olyan, inkább gyümölcsfa legyen, az legyen, mert az adja ki a színeket. A régi pásztorok is ilyet használtak? Valószínű, de hát azok csináltották, mondjuk volt, aki csinált ostrot, de ő faragcsikálta a nyelit. Mert hát ott kint volt idő, ott eldolgozott rajta, de utána már később azok is esztergáltattak ilyen asztalos mesterekkel, és az már olyan hasonló, amit most én már készítettem. Na és megcsináltam a gépet, hát gyenge motorom volt, mert csak egy mosógép motorról. Már lehetett vele dolgozni, csak gyengén lehetett a kést nyomni, mert hát a fák is szárazok, a száraz fából szoktuk csinálni. Az már ki van száradva, az alakzatát már nem változtatja meg annyira. Aztán már nem voltam megelégedve, mondom, hát sok időt kell tölteni ott mellette, még dolgozom ezt az alakzatot. Kellett egy másik esztergogi. Kellett egy másik esztergogi, jól mondod. Én valahol dolgoztam, és mondta, Rőt Erzsike volt, azt hiszem, hogy apukámnak itt volt egy darálója, de van itt rajta villanymotor, de hát én nekem már nem kell. Ismerjétek Rőt Erzsike, orvos mellett volt. Aztán valamit csinálni kellett, azt mondja, csináld meg, azt én neked adom ezt. Jó, hát 220-as motor, megvan még most is. Mondom, ez már baba lesz. Egy vázat csináltam, mivel hegeszteni tudok, meg akartoztak már. Azt se felejtettem el, mert dolgoztam én, mikor már nyugdíjba jöttem, sok helyen itt össze-vissza. És összeállítottam, beméreteztem minden, előtolás, hosszán, keresztán, minden. Megcsináltam precízül. Na, mondom, kipróbál. Hát, az baba volt. Szép nagy ócska reszelőket kiélesztem, az hosszú is volt, jó lehetett tartani, és akkor azzal szépen lehetett dolgozni. Ezek itt mutatja a példa. Meg lehet őket nézni. Mi a helyzet azzal, hogy esetleg, amikor elkészülnek ezek a karikás ostorok, akkor ki is kell próbálni? Mert hát, hogy azért ennek a hangja van, az állatokat sem verték velük, hanem inkább a hangjával ijeszgették. Van, hát az ostornak az a lényege, hogy húzása legyen, ezt szokták. Van húzása? Van. Mert úgy kell kialakítani a fő részét, a felső részét, hogy az felül a pillangókat szépen, utána egy kicsit összép húzni a fonással, utána kibővíteni a kígyóhát, úgy mondjuk, hogy kígyóhát. Az úgy kijebb megy, mint a kígyónak, hogy itt végig, utána egy, hogy mondjam, úgy kitágul. Itt. Na, az ostornak ugyanaz a titka. Ott kitágul, és utána szépen lesugárodik, egészen a csapószi bekötésig. Hát utána ott a bekötést az folyamatosan szépen lesugárítjuk, mert a legvégén meg hát a csapó megy rá a szély végére. Ugye hát az csattan, az igen, tulajdonképpen igen, a hangsebességet átlépve ez a hanghatás. Megkapja azt a ritmust, illetve azt a húzást, hogy ott a végén csattan az ostor, így szokták mondani. Na, magyar... Ezek csattannak. Ezek csattannak. Aztán hát ez itt mindent én életbe is, mert tudtam csergetni is, meg tudtam ostort is már fonni. Hát fontam itten, a példa mutatja, van itt
megfontam legalább 40 ostort. Csak így mondok egy számot. Mert nagyon sokat nem lehet, mert a kereslet nem olyan nagy. Volt már olyan, amelyik esetleg messzebbre került, Kabán kívülre? Hát most legutóbb, vagy... Hát, vagy három, hát egy hónapja. Az Svédországba ment, és olyat kértek ott is, hogy ilyen magyaros jellegű legyen. Na hát én elképzelésem szerint nem mondom, akkor lesz az ostól szép fehér, és akkor lesz rajta piros-fehér-zöld pillangók az ostor fején, és akkor a nyelet az is egy olyan gyönyörű, szép, sötét nél volt, és akkor arra is ugyanolyan pillangókat raktam, piros-fehér-zöld. Csak az egyik része az felfele, lejéz, a másik lefele, és ez a kompozíció, hogy fehér, piros-fehér-zöld, és akkor megint a nyél. Piros-fehér-zöld, a nyele az a szép, sötét, van, itt már mutattam, hogy volt. Aztán bátyám Hajdú Szaboszlón, mert ott rendelték meg. Kucsmásolom, és látott ott kitéve, mert mindig szoktam vinni egyet hozzá, ha el tudja eladni, ha nem még majd. Na, lényeg. És mondta, hogy ő neki kellene, de neki olyan, hogy a kislánya, tudja, hogy hogy néz ki egy magyar ostor, meg egy magyar zászló színeit is, hadd szokja, mert ez dísz lesz neki, felakassza, fel fogja tenni a falra, és akkor, hogyha ránéz, akkor emlékszik, hogy a származása. Mondhatjuk, hogy amúgy a karikás ostor az már tulajdonképpen egy hungarikum, tehát egy jellegzetes, hagyományos dolog, ugye Szoboszlón csinálják a csergetést minden szilveszterkor, lehet, hogy egy-egy ostor oda is elkeveredik. Hát már volt, mert Pintés Hanyi Boltos kérdezte, hogy fonts még ostort? Hát fonom. Azt mondja, hogy jön hozzám már fel, ide a borba, hát felvittem a négyet, az mondja, jön hónap egy ismerőse, mert azt voltak volna venni. Na hát azt felvittem, hogy négyet, egyet el is vitt. Azért mondom, hogy még Szoboszlóra is úgy eladva, meg bátyám, hogyha eladósolt, hát az is az én termékem. Zoli bátyám nagy nótás, rengeteg nyugdíjas, meg egyéb nótaversenyt nyert, nem csak Kabán, hanem Debrecenbe, Győrbe. Van-e olyan nóta, amelyikben a karikásostól megjelenik? Fogas kérdés. Hát ez egy fogas kérdés, tényleg. Mert hogy pásztornóták, meg ilyen különböző juhásznóták vannak, de hogy amiben maga a karikásostor, ezt majd meg kell hallgatni a sok kazettát. Figyelj, erre most nem tudok hirtelen válaszolni, mert ez az ostoros nóta, ez valahogy nem jön be az agyamba. Pedig nagyon 13 évig énekeltem, bejártam én sokfele, Győrbe voltam háromszor, Abád Szalaókon, minden, Aranybikában is, Kálibori művésznével is. Egy műsorban énekeltünk, már külön énekelt, már más kategória, de egy színpadon, hát szóval beszélgettünk is, de nem annyira behatalom, mert hát ő azért csak feljebb van, vagy öt lépcsővel. De azért gondolom mondott egy-két kedves szót. Hát azért beszélgettünk erről, arról megkérdezte, hogy maga is énekes, mondom, én is énekes vagyok. Mondom, én nem olyan szinten, mint Borika. Aztán azt mondja, nem számít, azt mondja, ha megy a nautam, énekelni kell, mondja, szórakoztatni kell a nézőközön. Ezek valahol a múltunkból fakadnak, mindezek a használati eszközök, mind a magyar kultúra, ugye a nóta kincsünk. Na hát a visszatérve, hát nálunk mindig volt mind hízavágás. Na és akkor este már kisült a hurka, a borocska, a vacsora, utána aztán az idősebb cselédek azt énekelgettek, voltak ott vagy négyen, öteni szomszédere, Kálmán bácsi innen, onnan összejöttek, hát a borocska meghozta a hangulatot, elkezdtek énekelni, hát én is bekaptam néha ezért, már voltam olyan 6-8 éves, azt mondtam, milyen lehet ez a bondító ital. Én is már a végén, én is énekeltem. Hát azt megszoktam az éneklés, nem az italt, mert öngyire nem voltam sose italos. Aztán énekelgettünk. Saját borból. Hát végén ebből szoktam inni a magam terméséből. Aztán hát úgy rájött, katona lettem, és akkor ott meg énekelni kellett, meneteltünk, ide mentünk, oda mentünk,
egy nautát, elvonította magát a szakaszparancsnokat, ott akkor énekelni kellett. Hát azt megszoktam. Ott is volt, aki vigye a prímet. Hát én azt kívánom, Zoli bátyám, hogy még nagyon-nagyon sok karikásostort fonjon, és nagyon sokat énekeljen, és hát a kert is olyan szépen rendben lesz, mint ahogy most, akkor nincsen semmi hiba. Na de én már most nem éneklek. Elmondhatom, amúgy nem titok. Egy nautám van már. Az én ajkamról már ellopták a nautát. Mikor bánatom volt, azt meg kigúnyolták. Én az életemnek könnyes vándorú útján oly egyedül járok, itt hagytak az álmok, virágokba borult tavasz éjszakákon. Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket! Fogadják nagy szeretettel a Kabai Diákszínjátszókör első bemutatóját. Előtte engedjék meg, hogy pár mondatban bemutassam őket. Szeptemberben 4 lelkes diák keresett meg engem, hogy meg akarnak ismerkedni a színházi világgal, ki szeretnék próbálni a színpadot. Rövid idő alatt összeszokott a csoport, így könnyű dolgunk volt velük a színházi munkában. Ki is választottuk nekik az első darabjukat, és elkezdődtek a próbák. Az elején még csak szinte játéknak tekintettek a munkához, de ahogy teltek a hetek, egyre komolyabban és alázatosabban álltak a bemutatóhoz, és természetesen egymáshoz. A diákszínjátszókör is ugyanúgy, mint a lakat színpad, vígjátékokat dolgoznak fel. Ma is megnevettetik a közönséget egy népi komédiával, Félrejáró dinnyék, avagy Egy tök nem elég címen. A diákszínjátszókör tagjai Lengyel Brigitta, Szoboszlai Barbara, Zsófi Dóra, Zagva Dániel. A műsorban közreműködnek a lakat színpad tagjai. Mindent elraménk, nincs ez jól a szők, de nincs ám.
Csend legyen, jól van minden úgy, ahogy van? Nem úgy van az Bözsi néni. Én már arra is gondoltam, hogy az úr jobban szereti a férfiakat, mint minket asszonyokat. A jó Isten, a szádon nem egy ányom. Tudjátok, hogy imádkozunk. Válaszoljuk el a dolgot, hogy legalább a majúdást azt adhatnánk másnak. Úgy van, imádkozzunk. Az hogy szól ez az ima? Mi atyám, ki vagy a mennyekben? Mi atyám, ki vagy a mennyekben? Add meg nekünk az életben. Add meg nekünk az életben. Vagy legalább erre az egy napra. Vagy legalább erre az egy napra. A vajúdás maradjon az apákra. A vajúdás maradjon az apákra. Na akkor most mi van? Eljelj, csak meg ne bánjuk, baj lesz ebből, meglátjátok. Ej, Bözsi néni, nem mindig jön be, amit az öregek mondanak. Így el, jó Isten, meghallod minket. Próbáljuk ki, valóban úgy van-e, ahogy gondoltátok. Most vár a Rózsi jegyző felesége, hamarosan szül, menjünk a házához. Nos, jegyző uram, megkínlódsz a gyerek elé. Nem csak az öregek az jelzett, hanem a kínlódásban is kiült neki, úgy is van jól, én nekem is három fiam, egyiket sem adják ingyen. Ha jól belegondolom, mi mindig jobban járnak a férfiak. Az enyém 9 hónap, az övé legfeljebb 9 óra, fél lábbal is kibírják. Na akkor menjünk. Cső, bekukorít a cső, beleteszik őt a fazékba. Hányszor mondta arra kis hely, ne menj arról, mert betesz az öreg csőszakunyhójába. Cső. Na, rögtön sem. Vélaj a sűrgés, folgás a darab. Adjon Isten, jó estét, jegyző uram! Jó estét, jegyző úr! Adjon Isten nektek is, asszonyok! Jegyző uram, hogyan érzi magát? Köszönöm, piroskám, jól vagyok. De ha fiam születik, hát még jobban leszek. Nem fáj semmilyen. A fiak jobban bírják a fájdalmat. Egyre hogy is! Aztán mondja, jegyző uram, a derekában sem érez semmi fájdalmat. És a bokájában, és a hasában, esetleg a fületövében. Nem én. Bár igazat megvalva, a hasamat nyomja egy nagy teágombolc, de így szokott ez lenni. De mondok én mást is, asszonyok. Azelőtt, mikor terhes volt az asszony, majd eladta a házat, úgy kiabált. Most meg se szó, se hang, ki se jön a torkán. Én ezt nem értem. Na de én sem, hát fájni a fénye. Hát fájni a hát. Na megyek, megnézem, hát ha hova lettem már. Akkor most mi van? Egyik sem baj, Júdik. Nem megmondtam, hogy jól van minden úgy, ahogy van, hát most már senkinek se fáj. Menjünk vissza a kocsmába, várjuk meg ott, hogy lánya vagy fia lesz a jegyzőnek. Utcára nyílik a kocsmájtó, kihallatszik belőle a szép muzsika szó. Sőt, ide volt, ide beszél van a lány az anyád, most mulatom ki magam igazán. Jaj, a fejem, a hasam, a bülettőbe, miféle korság jöttél rám? Hát ez megint berugott. Hűha, nagy a baj, miért is imádkoztunk az anyák szülnek az apák vagyunk? Nem a férjek, az apukák, az apa vagy Judit. Jaj, mit tettünk? Jó, nagyon tévedtünk. Vele jó kicsesztünk. Mert túl sokat vedeltünk. Én már többet nem iszom, a kancsót a szögre akaszom. Azért is iszom, az angyalát én fizetem meg a borára. Azért is iszom, az angyalát én fizetem meg a borára. Na, ezért nem kell az asszonyoknak inni. Rokból soha semmi jó nem fog kisülni. Hát nem figyeld maga, az asszonyoknak nem a fia baja. Tisztán el lehet mondani, hogy férfiak kerülnek mindig bajba. Micsoda? Hát már teken, elmeséltük szépen, hogy a jegyzőtől az asszonyt elcsábították éppen. Az asszony nem kell csábítani, bármelyiket meg lehet kapni. No aztán azt hiszi, hogy maga itt a Jani, az asszony nem könnyű megszerezni. Dehogy is nem! Az is kabát történt, mikor elkapták a csősz nőit. De tudjátok mit? Most mi mesélünk nektek? Hogyan is lopták el a dinnyéket? Thank you.
az Isten, hogy mit gondolkodik Kekó? Ezen a dinnyékom! Most mit gondolkodik Kend ezen a dinnyékom? Hát csak azon gondolkodok, hogy milyen lehet az asszony, amikor ennyi ruha van rajta, mint ezen a görögön. Ennyi de bolondokat gondol Kendeből a éjszakába, hát mi köze hozzá? Hát tőlem nekem köze már nincs hozzá, csak amikor hazamegyek és megtapogatom az asszony, az is ilyen, mint ez a görög. De úgy nézem, inkább olyan, mint az a sárga. Dehogy is, hát elő hátul csupa-csupa gömbölyű. A felét gömbölyű, rácos meg lottyak, mint az a sárga lényeg. Mit röhögtél? Csak röhögök. Hát most igaz, mindenki a maga feleségéről gondolja el, hogy mi az asszony. A kendély gömbölyű az enyém lottyak. De azért mégse cserélném el a magam csúlgögit a pencét menyecskéjére. Hát azt mi? Mert azért, hogy már Szent Dávid király megmondta, hogy mindig szép asszony szeressetek, de mindig csúnyát vértek el feleségül. Az is hülye volt az anyját neki. Hát miért? Mondd el, hogy jött szempaszem. Nem, nem értem hozzá kell. Ide figyeljen komoly. Mi bűn van az asszony szerkesztve? Van neki ilyen orcája, meg két keze, meg két lába, meg egy nagy rakás ruhája. Hát koma, én legalább 16 esztendős voltam, amikor megházasodtam, hát, de én ennyire többet nem láttam eleven asszonyból. Én sem. De látni láttam egyszer egy asszony donatságos úrnál ruha nélkül. Úgy, ahogy megszületett, még csak fendel se volt rajta. Kőből volt. Hát az nagyon feltelmes volt. Semmi formája se volt. De mondom én, hogy a szoknya teszi az asszony. Mennél több szoknya van rajta, antúl szeg. Mondjuk azért a szoknya azért sok költség. De mire való akkor a szép asszony? Aj, mondom én, hogy szebb a szeg! Ennyi a tagadója, de megáltalkolott egy emberken. Hát mondom, az igaza. Azért a legjobb a csúnya feleség, mert az senki se szereti, csak az ura. De a szép asszony, mert mindenki szereti. Hát hogyha hagyja magát! Persze, hogy hagyja, mert utána járna. Itt van mindjárt az én feleségem, tehát nem hagyná magát szeretni. De nem kell a felének se. Nem ott a kent felesége, ha nem hagyja magát, még erővel is elkapja. Az én feleségem nem csal meg. Minden így szakad, kiparancsolom magamhoz. Hát csak ez az én feleségem, ki se kell parancsolni, jelent magától létnékül. De jól tudja, nincs rajtam kis ezen a lőcsapujában, senki a kikerítésen. Az én feleségem nem csal meg. Engem nem az elém, arra ráteszem a fejem, hogy kell ne tanom már én. Arra rá szűröm ezt is. Fogadjunk! Fogadjunk! Apjuk! Na, jön a feleséged. Megállj csak, most megtudjuk mindjárt. Én ide elfolyok a Likóval, ahhoz én leszek az ördög. Csak vallasd ki rendesen. Fenyeges meg, hogyha hazudik, akkor elviszi az ördög. Azt én elviszem ágyastúl, majd kivallja akkor. Én te apjuk, így csak ide! No! Merre van már? Minden éjszaka más erre viszi ezt az ágyat, alig lelem meg. Jaj, de szép csendes este van. Na szóljunk már. Mit szóljak? Hát már csak szóljunk valamit, ha meg nem kukult. Nem lopják a dinnyét? Nem? Na mondja már, mint töri a dinnyét. Mondtam már a dinnyét. Most mit törődik Kendemben a dinnyével? Hát, hogy van-e olyan akasztófár valaki, ellopta ezt a dinnyét, de van-e olyan, akire a férjétől a feleség is lopja el meg? Ennyi, de gondokon teli a fejét, látszik, hogy van ideje. Nem az a kérdés, hogy van-e idő, vagy sem, hanem igen-e vagy sem? Micsoda? Hát szerettél te valakit életem kívül? Megbolondultam. Nem az a kérdés, hogy megbolondultam-e vagy sem, hanem igen-e vagy sem? Mert hát te igen-igen szép vagy. Én még el nem tudom képzelni, hogy valaki egyszer meg nem kívánt volna. Ugyan adjunk már kezdékénk rá, játszol egy kicsit. Nem az a kérdés hozzá, hogy játszok-e vagy sem, hanem igen-e vagy sem? Hát nem. Na ide figyelj, én is voltam vásárban, meg az alatt azt, hogy fél... A semmiben megtörtént a hiba, de valaki volt által, hogy a férfi ember előtt szerette gyűjtet. Nem voltam én soha. Ne hazudjál, Rozi, mert nem házban vagyunk, nézett az Isten, hogy csúnyolgat az éget. Ne hazudjál, mert elvisz a bőrtön. Álban is már vagyok. Csősz vagyok, tudok egymást. Most olyan így szakam, ahogy a hazug embert a lábánál fogva viszi el az ördög. Na sose csaltál meg? Sose. Nyújtsd a lábat az ágyba.
Mi van, nem mered? Megcsaltál! Sose! No! Csak egyszer! Egyszer! Jaj, csak egyszer, édes uram, jaj, ne hagyj el, visz az ördög! Azt kivel? Bejött a papuszt, azt mondta, 50 pengőt, azt szeretem őt! Azt te mit mondtál neki? Hát, hogy adjon legalább 60-at! Jaj, Istenem, hogy ezt is ki kellett hallani! Jaj, te nem tudom, hogy oda vagyok! Aj, ennyi nincs több? Nincs, nincs. Látod már, az ördög is elveszett. Menjél haza! Ezt sose felejtem el! Szégyenbe hagytál! Lokoma! Két ember! Na most lehet a feleséged! Na most tényleg működik, Roma! Búcsak, hogy nem félek a próbátni! Kell a kupasztor! Kell a görög minden itt! Nagy kupasztor, hogy jobb a sárga! Hé, ide! Hé, asszony! Itt vagyok, édes kockám! Jaj, de már itt szellellek meg, már a határba jártam, kereszt bosszába! Főtem már meg hálatosan a szétszerelmeségnek át! Mindjárt őskoma megkérdő az övére, és vigyázzak az éjszaka! Csak ne tudja van maridani, kóra! Édes jövő! Jaj, már oda vagyok, értette ember! Oda vagy, tudom én, mert te vagy az a jó hűséges feleségem! Én vagyok, Tubicám! Úgy itt sose öregetted a gyöngyöidat másért rajtam ki! Nem mond csak, járjon, mondjad. Minek? Na, csak annak galambom, hogy most olyan éjszaka van, hogy aki ma hazudik, azt az ördög a lábánál fogva viszi el. Értek én az ilyenhez? Felszitálom én az ördög. Meglássam, azt se tehetőleg semmit. No, mi a baj? Ne tegy ilyet, ne bolonduljon meg! Hát miért? Mert engem elvisz. De mi a fene? Ja, édes uram, ha meg kell vallani, meg kell vallani. Megcsaltam én kendert, szerelmes egy uram. Sári, ne hazudj! Isten bizony, megcsaltam kendert. De most hazudj, Sári! Fusson ki a szemem, ha hazudom! Már pedig én nem hiszem, Sári, míg az ördög meg nem fogja a lábad. Látod? Nem hazudtam. Akkor fogd a lábam, ha hazudnék. Most már rájöttem, hogy megcsaltam. Igen. Hoztál hányszor? Csak egyszer. Hoztál kivel? Azt a Santa Pupus csordás hittem be egyszer, de látfogt. Azt mondtam neki, szeressen már engem. Igen, azt mit adott érte? Jaj, ő nem adott érte semmit. Én ígértem neki, hogy pengőt, ő még egyet kért rá. Nem mész innén! Itt vagyok, Ken! Kendet is megcsaltál! Hát igen, csak tudod. Mégiscsak jobb a szép feleség, mert szólt a házhoz a pénz. A csúnya meg viszi el tűn, hogy az ördög vinné el őket. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásidőnkbe, de ne felejtsék el, hogy a jövő héten vasárnap újból friss összeállítással várjuk Önöket, addig is szíves figyelmükbe ajánlom különböző elérhetőségeinket, amelyeket itt feliratoztunk a képernyőn. Mindig elmondom, hogy csak arról tudunk beszámolni, amiről mi magunk is tudomást szerzünk, ezért keressenek minket bátran, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!